Azért vagyunk itt, mert a Jive-in közösséget és az iskolánkat egy nagyon nagy megtiszteltetés érte. Az antirasszista világnap alkalmából a Magyar Kétfarkú Kutyapárt megkeresett bennünket, hogy szeretné kölcsönkérni Dr. Ambert Kárnak a szobrát, és a szobor előtt megünnepelni ezt a jeles napot. Mivel úgyse tudjuk köztérre kihelyezni a szobrot, nagyon szívesen kölcsön adjuk, már csak azért is, mert 14-én, április 14-én lesz Dr. Ambert Kárnak a születésnapja. Ezért mi nagyon szívesen kölcsön adjuk, és bárkinek kölcsön adjuk a továbbiakban a szobrot, aki igényli hasonló célokat. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük a megjelenteknek a megjelenést itt a szoboradatáson, és köszönjük, hogy kölcsön adhattuk a szobrot a Kétfarkú Kutyapártnak. Arra kérek mindenkit, hogy ezeket a feliratokat tanulmányozza sűrűn. Magyarul itt olvasható ezen az oldalon, tanítas, lelkesíts és szervezkedj. Itt a hátsó oldalon van angolul, educate, agitate and organize. Ezen az oldalon azt olvasjuk, hogy seek you, care jelesztár, kedháne. És itt pedig azt olvassuk, hogy siksitkanó, szangatitkarú, szangaskarú. Ja. Szóval négy nyelven is kint van ugyanaz, de értjük magyarul, ugye? Tanítas, lelkesíts és szervezkedj! Okay. Az összes stylist ki van rúgva. Szeretettel köszöntelek én is benneteket mindnyájan, és nagyon szépen köszönöm, hogy kölcsön kaphattuk az antirasszista napon ezt a szobrot a Jive-in közösségtől. Minden valamire való politikus a választás előtt néhány héttel muszáj, hogy szobrot avasson vagy átadjon valamit. Ez egy egész jó szobor, úgyhogy ezt választottuk, és ezt szeretném akkor én átadni nektek. Én azt gondolom, hogy itt valami félreértés lehet, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a város vezetés nem fogja elbontani ezt a szobrot a kampányidőszak után sem, ugyanis most egy kampányszoboravatást láthatunk. Egy politikai párt a választás előtti egy hónapban, amit kampányidőszaknak neveznek, bármit megtehet a közterületen, akár szobrot is avathat, vagy akár felcsúton buszmegállót építhet illegálisan. Viszont a kampányidőszak után 30 nappal ezt el kellene távolítanunk. Talán tudjátok néhányan, hogy én majdnem 10 évig itt tanítottam a Dr. Ambedkár iskolában, és én már akkor is sokat hallottam az iskola igazgatójától és a Jive-in közösségtől is azt a kifejezést, vagy azt a szót, hogy ez az iskola egy demonstráció, több annál, mint hogy egyszerűen iskola legyen. És amikor én itt dolgoztam, én ezt megértettem és megtapasztaltam. Egy csomó embert még onnan, azokból az évekből ismerek itt közületek, de ekkor zajlott az is, amikor az egyházi törvénymódosítás után 0 forinttal indult a tanév ebben az iskolában, és a tanárok és mindenki hónapokig fizetés, úti költség és minden nélkül dolgozott. Emlékszem, hogy akkor hányszor mentünk a parlamentbe, akkor még Balogh Zoltánnal találkozni, ahol az OSZDI diákjai osztották ki a minisztert. Azokra a dolgokra is emlékszem, amikor a jobbikosok, meg ilyen kisnácik kísérgettek engem Sajó Kazán esténként haza az oktatásból, és hazaárulóztak, hogy én ilyen helyen meg cigányokat tanítok, hát ez milyen dolog. De arra is emlékszem, meg azt is itt értem el, amikor mondjuk osztálykirándulásra mentünk egy nyári gyerektáborba, és a tábornak a gondnoka egyszer csak a strandról kicsit később értem haza, és drótkefét adott a cigány diákjaimnak a kezébe, és lecipeltetett valami padlásra egy sparhetet, amit ők ott délután szépen el is kezdtek letakarítani, mert tök természetes volt, hogy nekik egy diáktáborban ilyen feladatuk is van. Hát nem volt természetes, teljesen kiakadtam, és óriási nagy cirkuszt csináltam.
És akkor hogy jön ide dr. Ambedkár? Szerintem még mindig érettségi tétel Ambedkár és Mandela is. Igen, igazgató úr bólogat, remélem mindenki képbe lesz ezzel a tétellel. Nagyon-nagyon fontos szerepe volt Ambedkárnak abban, hogy, ez, hogy az akkori kasztrendszerrel átszőtt indiai társadalomban egy polgári változás történt. Egy olyan alkotmányt írt Indiának, ami a mai napi érvényben van, és mindenki egyenlő benne legyen. Az akár nő, akár férfi, és akár milyen kasztba, vagy akár milyen családba született, ugyanazok a törvények vonatkozzanak rá. Azt viszont kevésbé értettem, hogy amikor most a már Miskolcra zsugorodott Ambedkár iskola, aki évek óta itt működik, és tanít titeket, vagy a tesójaitokat, lehet, hogy én azokkal találkoztam inkább még a környékből, akkor miért nem kap ettől a városvezetéstől engedélyt ennek a szobornak a kiállítására, az a köztéren elhelyezésére. Ugye azt hangzott itt el, hogy Ambedkárnak semmi köze nincsen Miskolchoz. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintetek van Ambedkárnak köze Miskolchoz? Hát persze. Nyilván, ugye például itt az iskola, évek óta itt működik ez az iskola, szóval már csak ezért is van. Van ahhoz a gondolatához Ambedkárnak, hogy tanítas, lelkesíts és szervezkedj, ami ennek a zobornak is minden oldalán különböző nyelveken fölírtuk. Szerintem ehhez is van. Van ahhoz köze Magyarországnak, vagy akár Miskolcnak, vagy akár mindnyájunknak, hogy ebben az országban is mindenki származástól, nemtől, vagy akár szexuális hovatartozástól függetlenül ugyanolyan jogokkal, ugyanolyan lehetőségekkel induljon az életbe. Van ezen a téren még egy kis dolgunk? Hát van. Igen. Ambedkár is azt mondta, hogy ő az övéiért harcol, mindent megtett azért, hogy az igazságtalanságokat felszámolja. És azt is mondta, ha jól emlékszem, hogy én élvezem ezt a harcot. Nem kell buddhistának lenni, hogy az ember lássa, hogy ezek mennyire igazak. Ugye ez az, hogy minden érző lénynyel szemben odafigyeléssel vagyunk, és senkit nem bántunk, egyetlen egy érző lényt sem. Legyen az Ambedkáros diák, vagy budapesti politikus, vagy akár egy kétfarkú kutya.